Sziasztok, kriptofejek! Ez a kriptopercek a Kriptoakadémia.com napi hír összefoglalója. Én György Fiandrás vagyok. Csapjunk bele! Azért jelentkezem ma ennyire későn, mert Fed elnöki bejelentést, illetve sajtótájékoztatót néztem. Tehát megvolt a Fed döntés, a várakozásoknak megfelelően 0,25%-kal emelték, egészen pontosan 5,25%-ra az alapkamatot az USA-ban. Majd a bejelentést követő sajtótájékoztató és beszéd során megtudhattuk a nagy semmit. A lényeg a lényeg, hogy a szokásos uh, kitérő válaszok, semmit mondó válaszok, és uh, hát már nem azt mondom, hogy üres ígéretek, de, de még íretek sem voltak, pontosabban még üres ígéretek sem voltak. A Fed célja továbbra is az, hogy leszorítsa 2%-ra az inflációt. Hát good luck, azért attól még eléggé messze vagyunk. Az egyik értelmesebb újságíró kérdésem, miszerint elképzelhető-e, hogy leállnak a kamat Azt a választ kaptuk, hogy folyamatosan figyeljük az adatokat, és a folyamatosan beérkező adatok fényében hozzuk majd meg a következő nyári döntésünket. Tehát amennyire tudott, próbált őszinte lenni Jerome Powell, legalábbis nekem ez volt a benyomásom kérdezték amúgy a First Republic Bank felvásárlásáról is, azt mondta, hogy valóban nem jó, hogy egy nagy bank még nagyobbá válik, ugye a GP Morgan vette meg a csőd közelbe jutott First Republic Bankot, de azt is hozzátette, hogy ez van, vagyis hát nyilván nem szó szerint, de kvázi ennyit tudott mondani. A bank csőd hullám kapcsán pedig meg kevésbé meglepő módon annyit mondott, hogy a bankrendszer stabil, és az ő bizalma rendületlen. Hát oké, okay. hiszi a piszi. Lényeg a lényeg, hogy az S&P 500 némiképp zöldellik azóta az elmúlt fél-egy órában, de hatalmas kiugrást nem látok. A bitcoin esetében pedig tulajdonképpen semmi sem történt, tehát a BTC egyenőre sehogy sem reagált a kamat bejelentése Erre szokták azt mondani, hogy a piac már előre beáraszta, és valószínűleg tényleg ez történik, mindenki 25%-os, 0,25%-os emelése számított, és pontosan ez történt, úgyhogy nincs semmiféle meglepetés a mai bejelentésben. A bitcoin csak oldalazgatott a mai nap során, tehát az egésznek tulajdonképpen egyenlőre legalábbis nincs nagy súlya, azt neki tudja lehet, hogy holnap reggelre magyar idő szerint valami változik, de nem igazán hiszem. Mindeközben adóval sújtaná a fehér a bányászatot, részletek a kriptoakadémián, az euro tehát az euróhoz kötött stabil coin a Krakenen mostantól elérhető, megjelent a lending a bybit és még jó néhány egyéb izgalmas hírt láthattok, hogyha fölmentek a kriptoakadémia.com-ra. Összefoglalás kép, egy kicsit meg is bántam, hogy végignéztem Jerome Powell sajtótájékoztatóját, mert tényleg ez a nagyon tipikus, nagyon klasszikus, tudom, ő nem politikus, de ez az államháztartásbéli semmitmondás, amikor nagyon óvatosak vagyunk, mert tudjuk, hogyha valami jót mondunk a pozitív irányba, akkor az túlzott optimizmus szülhet, ha valami rosszat mondunk a negatív irányba, akkor az pedig rosszul sülhet el, tehát akkor az indokolatlan, akár eladási hullámot is okozhat tehát ez egy nagyon óvatos hang nem volt jellemző. Nyilván ő is tisztában van azzal, hogy a bankoknak rengeteget árt a folyamatos kamatemelés, de eltökélt az infláció letörése mellett. Nyilván neki ez a munkája, és nagyon helyes, hogy így van, mert ahogy azt ő is hozzátette a beszéde legelején, az elszálló árakkal nem működik a gazdaság kiemelte, amúgy egyben egy némi szociális érzékenységről is tanul bizonyságot téve, hogy a legszegényebb rétegeknek a kaja, a közlekedés, a lakhatás az bizony egyre keményebb az USA-ban, és nem csak ott, hanem világszerte. Tehát tökéletesen tisztában van azzal, hogy mekkora probléma az infláció, ahogy azt amúgy itt Magyarországon is látjuk az elmúlt bő egy év során. Tényleg elég gáz a helyzet, nagyon lassan változik, van egy pozitív trend, ezt is elismerte Jerome Powell, hogy valóban van egy kedvező, lefelé tartó trend, viszont nem elégedettek ennek az ütemével. Egy szó, mint száz, a helyzet nem jó, de azért van már fény az alagút végén, hiszen nagyjából tavaly nyár közepe óta azért már mintha lefelé tendálna az infláció. Reméljük, hogy ez Magyarországon is elő vagy utóbb éreztetni fogja az áldásos hatását. A kamat emelés a várakozásoknak megfelelően megtörtént, a következő a nyár közepén esedékes, valószínűleg akkor is lesz még egy emelés, de ha esetleg nem lenne, az biztos, hogy jótékony hatással lenne a piacokra. Ez volt már a Percek, én reméltem, nyilván mindig ott van az emberben egy kis optimizmus, hogy esetleg mérsékeltebb lesz a kamat emelés, vagy akár el is marad, hiszen az nagyon jót tenne a bitcoinnak is de sajnos erre most nem volt lehetősége a Fednek. Reméljük, hogy legközelebb már kedvezőbbek lesznek az inflációs számok. Iratkozzatok fölnyomjátok nyomjátok meg a kis csengőt, hogy értesüljetek a friss videóinkról. Mindenképp csatlakozzatok a Discord közösségünkhöz, kövessetek a TikTokon is, és találkozunk holnap reggel a napindító műsorunkban, a Kripto Kakaóban.